A műsort a Balatoni Hajózási ZRT támogatta. A Skipper magazint a Hanze Magyarország támogatta. Balatonfüredről köszöntöm Önöket a képernyők előtt, ahol ezekben a napokban minden a kékszalagról szól, nem mellesleg igazi fesztivál hangulatba csomagolva. Így szinte természetes, hogy a tókerülő vitorlás verseny adja mai magazinunk gerincét, de mellé csomagoltunk még egyéb látnivalót is bőven, hogy pontosan mit, azt megmutatjuk először röviden. A Skipper magazin mai adásának tartalmából. Gigászok harca a kékszalag előtt, a legjobbak versenye a Volvo High-Tech regattán. Élénk szél és 43 hajó az alsóőrsi Bahart regattán. Rekordszámú részvétellel rajtolt az 50. kékszalag. Július 14 és 15-én az európai összehasonlításban is topnak számító hajókat hívta meg és látta vendégül az alsóőrsi és a balatonfenyvesi marina. A Volvo High-Tech regattán ott volt mindenki, aki számít, a látvány és a verseny pedig magáért beszélt. Ez egy komoly verseny lesz. Én úgy gondolom, hogy az előszobája a kékszalagnak. Nézve a nevezési listát az esélyes hajók közül, én azt tudom mondani, hogy közel 95% képviselteti magát ezen a versenyen. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy elég jó mérés lesz, már csak azért is, mert pályafutamok is lesznek, túrafutamok is lesznek, tehát minden adott ahhoz, hogy az ember többször úgymond tiszta lappal összemérje a többiekhez képest önmagát. It is a really good idea because ez a verseny egy nagyon jó kezdeményezés, hiszen a Balaton a high-tech hajók központja. Sehol nem láttam még ennyi high-tech katamaránt és újfejlesztési hajót egy helyen. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó esemény, hogy megmutassuk a világnak magunkat és elismerést nyerjünk ezeknek a hajóknak. Az Open 8-asoknak szerintem nagyon jó lehetőség ez, hogy négykezesben egy újabb verseny sorakozott be a sorozatba, hiszen nekünk éppen az volt a bajunk, hogy elkészült egy flotta, és hogy hány alkalmunk lehetne versenyezni. Szerencsére a Nándi is bővít, a nyári négykezes tókerülővel, a high-tech regatta meg eleve egy gyönyörű seregszemle, úgyhogy örülünk, hogy jöhetünk. A kékszalag után volt, mondhatjuk azt, hogy egy levezető verseny volt ez a gyors hajók számára, de mindenképp egy nagyon jó kezdeményezésnek tartottuk, és hát idén ugye a kékszalagnak az egyik legfontosabb felkészítő versenye számunkra. Azt gondoljuk, hogy a high-tech regatta az a most szerintem az egyik legfontosabb verseny a kékszalag előtt. Egy jó hosszú menet lesz innen egészen át a csövön bonyódik. Ez ezért egy nagyon érdekes dolog lesz eleve. Ugye megtüzdelve ezzel a pályaversennyel, én azt gondolom, hogy lehet majd látni az erőket, és lehet látni azt, hogy ki mit képvisel, illetve mi van a hajójában. Persze ez a széltől függ. A Volvo High-Tech regatta számunkra az egyik legfontosabb verseny, természetesen a kékszalag után. Komolyan készültünk, gyakorlatilag április óta vizen vagyunk, nyilván nem csak erre az egy versenyre, hanem az egész szezonra. Az idejében főleg erre fektettük a hangsúlyt, a hajókezelésre, a hajósebességre. Kevesebb fejlesztést csináltunk az idén a hajón. Ugye tavaly egy kicsit túlzásba estünk ezen a téren, ez a teljesítmény rovására ment a végén. Úgyhogy az idén inkább az edzés munkára fektettük a hangsúlyt. A
Egy nagyon jó verseny, jó kezdeményezés, tényleg profi szervezés, elképesztően oda teszi magát, aki kötő mind a kettő. Olyan média van itt, ami más verseken nincsen, tényleg egy előkék szalag most, a múltkor tavaly utókék szalag volt. Azt a csúcs regattát jelenti, amit ők magukról elképzeltek, és én úgy látom, hogy meg tudják valósítani. Jelenleg a Balaton a leginnovatívabb vitorlázási központ, ugyanis rengeteg különböző hajó van itt. A 50-50, az Evergreen, az Amerika kupáról való katamarán és a mi hajónk. Úgyhogy a Hightech Regatta szerintem a legjobb név, ami összefoglalja, hogy mi történik pontosan itt a Balatonon. A kékszalag szempontjából, a kékszalag felkészülés szempontjából ez egy nagyon fontos mérföldkő volt ez a mai nap, mert most egy csomó olyan gyerekbetegség kiderült, amit most van időnk még megjavítani. A Magyar Vitorlázás olimpikonjait bemutató sorozatunkban dr. Hán András szívsebész következik, aki 1964-ben Tokióban kosárlabdázóként, 1976-ban Montrealban pedig vitorlázóként képviselte a magyar trikolort. Mikor én születtem, akkor az első pillanattól a víz mellett nőttem fel, szinte egész nyáron ott voltunk, és itt építettek nekem egy kis hajót. Tehát én 3 éves koromtól abban a 100 méteres körzetben, a kőmóló mögött, a tocsogós vízben bármi történt, leértem, tehát ha borultam, borultam, nem zavar senkit, tehát ott nagyon sok mindent megtanultam. A következő lépcsőfok az volt, mivel édesapám régi vitorlás volt, a Sólyom altábornagy kinevezte a Honvéd szakosztályába szakosztályvezetőnek. Ott én már 5 éves koromban versenyen vettem részt, az volt az első versenyem egy 30-as szirkálóval, és bizony beleszagoltam a verseny hangulatba is. Minden nyáron a meglevő nagyhajókkal elmentünk túrázni. Ott a különböző hajókkal nyüzsögtünk, és minden kikötőben volt egy váltott hajós verseny. Hát én akkor kaloszba ültem, és hát ott vére menő küzdelmek folytak, és 12 éves koromban, mivel egész hosszú előélet után kaptam egy kaloszt, már indultam a bajnokságon is, az IFI bajnokságnak alózza, kis jótékony hazugsággal, mert akkor 14 éves kor volt a legalacsonyabb életkor. Hát akkor hirtelen 2 évet öregedtem, bölcsebb is lettem ezzel párhuzamosan ennyi évvel, mert ugye az előzmények alapján nagyon sok mindent elsajátítottak, főleg a filozófiájából a vitorlázásnak, ami bátorságot igényel, de vakmerőséget nem, és ezt nagyon hamar belénk verték, hogy bizony vannak helyzetek, amikor a szél az úr, és tisztelni kell a természetet, mert mi csak apró lények vagyunk, akiknek muszáj alkalmazkodni, hogy egyes helyzeteket bizony túléljünk valahogy, ami később be is bizonyosodott. Következő évben már Mojt kaptam, ebben az évben az IFI bajnokságon 3. lettem, a felnőtt Mojt bajnokságon 2., aztán így lépdestem előre a ranglétrán, Findingit kaptam 14 éves koromban, akkor már hivatalosan is fiatalabb lettem hirtelen, és feltörekvő ifjonsz, és az első finn bajnokságomon, IFI bajnokságon természetesen ott 3. lettem, aztán nyertem 2 ifi bajnokságot,
még Finnben, és akkor jött a tizen a gimnázium, amikor is ott nagy elánnal kosarazni kezdtem egyesületben is, a VTSK leigazolt, mert én általános iskolában már ott utogattam, hogy nem vagyok teljesen nyeretlen két éves kosárlabdában sem, és az ifi bajnokságban bizony 30 pontos átlagot tudtam hozni kosárlabdában, és bekerültem ott is az ifi válogatottba és a vitorlázásba is. A dr. Hán Andrással készült beszélgetést a következő Skipper magazinban folytatjuk. A Bart Regatta Jasti Trophy versenyeit egyáltalán nem lehet az unalmasan ringatózós jelzővel illetni. Folyamatosan jó szélben, sőt néha még afölött egy picivel kergették egymást a hajók a helyezésekért. A sorozat harmadik fordulójában alsó őrsön álltak rajthoz a versenyzők. A csapatunk állandó részvevő, én nem vagyok állandó, most ez az első Bart regattám, úgyhogy nagy izgalommal vágok neki. Ilyen szélben mindenképpen izgalmas, hogyha nincsen szél, akkor kevésbé, de a mai nap azt hiszem, hogy izgalmas lesz. A mi csapatunk az összerakódott, mert ez egy családi csapat, úgyhogy itt három generáció képviselteti magát, én vagyok a középső, jönnek a fiamék, és a apukám tart még velük. Nálunk a vitorlázás az inkább egy ilyen családi sportág, nem mondom, hogy hagyomány, mert mi kezdtük, de most már mindenki élvezi. Én ott szoktam lenni a versenyeken, én megyek a csapattal. Az orvitorlát szoktam trimmelni. Ha spinakkerezünk, akkor meg a spinakkert. A hajó neve Windy, a típus a Beneteau First 24-es, kettő van ilyen a Balatonon. Egy alapvetően az osztályában egy versenyzésre készült hajó. Bíztunk magunkban, mert erős szél volt, és az erős szél az idei év azt bizonyítja, hogy jól fekszik nekünk. Mindig a versenyre összeáll a társaság, de Balázs fiam nélkül nem lennénk sehol. Talán el se indulnék. Nagyon örültem neki, hogy erős szél volt. A hajó is bírja a szelet, mi is egyre jobban tudjuk kezelni az erős szelet, úgyhogy jól sikerült. A vége felé, amikor kezdett a mezőny fölzárkózni, és besűrűsödtünk a célvonal előtt közvetlen negyed órával, akkor már taktikázni is kellett. Kiválóan jó volt a szél ma, azt gondolom. Jól is mentünk. Mindaddig, amíg vissza nem kellett fordulni Siófoktól, itt egy kicsit a kalcsos szakaszba. Azt egy kicsit, mondjam, nehezebben éltük meg ezeket a hullámokat, de egyébként azt gondolom, hogy nagyon jó versenynap volt. Bár mindig ilyen szél lenne. Épp a fiúk mondták, hogy a kék szalagra ilyet kívánunk magunknak, úgyhogy bízunk benne, hogy ott jobb eredményt fogunk elérni. Az, hogy ilyen erős szél van, mi azt szeretjük. Akkor általában jókat megyünk. Most volt egy-két haváriánk, ami hát még idén nem volt, úgyhogy azt mondom, hogy ideje volt, túl vagyunk rajta. A verseny jó volt szerintem, most tetszett, leszámítva azt, hogy amit mi nem tudtunk. Ez egy nagyon jó hangulatú verseny, úgyhogy szerintem elsődlegesen a hangulat miatt jövünk. Szél Kálmán nagyon kedves volt velünk, fújt a szél, 12-től 18, akár 20 csomóig is mértünk. Fönt északon picit forgolódós, de lent délen elég nagy hullámokba kifújt északi szélben tudtuk megrendezni a versenyt, úgyhogy mindenki ki tudta magát próbálni, illetve a technikát is. Minden hangszeren játszottak a gyerekek, tehát az összes vitorla fönt volt, volt, aki kiállt, elszakadt, de aztán visszaállt, és végül is szerencsénkre aki elrajtott, az tudta teljesíteni a pályát. A
A nagyobb kékszalag versenye évek óta vonzza a kicsiket is. Így a parti nézősereg legnagyobb örömére, ameddig látótávolságon kívül esik a 680 hajó, a modellhajók versenye szórakoztatja a nagy érdeműt. A modellvitorlázás az egy nagyon komoly részterülete a vitorlázásnak, ugyanúgy, mint az általában ismert vitorlázás, illetve mondjuk például a szörfözés vagy a kájtozás, ez egy nagyon régóta meglévő terület. A szabályokon belül egy külön kis szabályfejezet foglalkozik azzal, hogy ezt a versenyeket, hogy ezeket a versenyeket hogyan kell lebonyolítani. A kék szallaggal párhuzamos modellvitorlás versenyen veszünk részt, ami ennek a hajóosztálynak egy ranglista versenye. Volt itt egy kis hinár, meg ilyesmi. Eddig lement öt futam, és most a hatodikat, most megyünk a starterjárás során a rajtvonalra. A modellvitorlásoknak a java itt van, talán két versenyző hiányzik az élmezőnyből, ők ugye most a nyári szabadságulásokat töltik, de komoly erős mezőnyünk van. Nagyon komolyan veszük, nagyon szeretünk ide járni, ugye hogy a negyedik éve vagyunk meghívva ide a kékszalag versenyre, és nagyon komolyan veszük, és jókat versenyzünk. Ez egy presztízs kérdés, mindenki azért jön ide, hogy megnyerje ezt a versenyt. Magas rangja van, attól függetlenül, hogy nem országos bajnokság, szerintem az országos bajnokságok egyszintű. Nyertem 3 futamot, meg 2 betlit csináltam hínarazás miatt, de egyelőre még ez jó, tehát a többiek is hínaraznak folyamatosan, úgyhogy átlagban ez nem egy rossz eddig. Nagyon szeretem ezt a vitorlázást, meg hát rajzolom is a vitorlásokat, és sokszor van, hogy ezekből merítek ötletet, ihletet, hogy ezeket rajzoljam le. Elég gyakran részt veszek a versenyeken, mivel én vagyok a páromnak a sofőrje, így nagyon sok helyre eljutok, és hát szeretem. Az előző adásban már megismerkedhettek néhány olyan vitorlázóval, akikről korábban azt gondoltuk, hogy eséllyel szállnak harcba a kék szalagért. Azt persze már megtanulhattuk, hogy esély ide vagy oda, ezen a minimum 160 km-re szabott tókerülőn elsősorban a szél az úr. Természetesen a jubileumi 50. kék szalag Erste nagydíjon sem volt ez másként. Több csúcsot is megdöntött a 2018-as jubileumi 50. kékszalag Erste nagydíj. Európa leghosszabb és legrégebbi tókerülő versenyére 681 hajó nevezett be, amelyből 545 át is haladt a balatonfüredi célvonalon. Ennél több hajó távolsági vitorlás versenyre Európában csak a svájci Bol d'Or Mirabeau-ra nevezett 1990-ben. Ott akkor 684 hajó indult el. Több ezren voltak a mólon, reggel a rajtnál frenetikus látvány volt, ahogy elrajtolt ez a 682 hajó, és a befutónál olyan tömegek ömpölyögtek megint este, hogy az hihetetlen. A légvonalban több mint 150 kilométeres versenyt elsőként a svájci Rodolf Gauthier teljesítette, 12 óra 40 perc 31 másodperc alatt Safran nevű katamaránjával. To be ahead at the channel was the key. Egy kulcsmomentum az volt, hogy a Tihanyi csőben gyakorlatilag elsőként tudtunk átjönni, és ott picit talán más szélkörülményekkel tudtunk szembesülni, mint az üldözők, és ez lehetett a kulcs a győzelemnek. És utána talán mondhatjuk azt, hogy jobb szél viszonyaink voltak, mint a többieknek. Litkei Farkassal küzdöttünk a verseny második felében. A mi hajónk is hasonló ahhoz, amilyen a Litkei féle hajó, tehát szinte minden szélkörülmények közepette képes gyorsan menni.
És szinte minden körülmények közepette tudunk gyorsan hajózni, de ehhez persze nekünk is pontosan kell vitorlázni. A leggyorsabb magyar a 13-szoros kékszalag győztes Litkai Farkas és csapata, ez alkalommal csak a második helyen ért célba, Revitál névre keresztelt katamaránjával. Nagy élmény volt, sok szalagot csináltam már végig különböző hajókkal, de ebbe a Grand Prix kategóriában még nem sikerült szerepelnem, de nagyon nagy élmény volt, tehát meg volt a tempó végig, a kis szelekbe is remekül haladt a hajó, látni a Farkast, hogy taktikázik, hogy a szelet figyeli, ahogy vitorlákat választ, meg ahogy az ő csapata mozog, meg a hajót viszi, és ebbe tevékenyen részt venni, ez nagyon nagy élmény volt. A kékszalagon induló legmodernebb katamaránoktól akár időrekordot is várhattak a szervezők, de a gyenge szél mellett a Balaton élővilága is megnehezítette a versenyzést. A Kenesei bójáig 6-szor voltunk kénytelenek megállni, tényleg lemerülni, két legénységítottnak le kellett merülni a víz alá, leszedni az elképesztő mennyiségű hinárt. Nyilván utána gyorsultunk, de hamar visszaszedtük a hinár mennyiséget. Egészen kezdteig egy eléggé konzervatív taktikával sikerült egyesével megenni a hajókat. 13. helyről a 8. helyre feljöttünk, és visszafele egy óriási rohanás kezdődött. Éjszakában ki tudtuk rakni a hajót folyra, elkezdtek működni a foilok, és gyakorlatilag 10 km/h forral lerepültünk mindenkit hazafele. Sajnos megfogott minket végül Tihany alatt a szél. Egy hajó be is tudott jönni elénk, aki a 4. helyet vette úgymond el tőlünk, de elképesztő rohanás volt, elképesztő élménnyel. Nagyon boldogok voltunk, és jól szuperált a hajó. A 2014-ben elért 7 óra 13 perces időrekordot a csütörtöki gyengeszeles nap nem veszélyeztette. Több mint 100 hajónak nem is sikerült teljesíteni a versenyt. Nekem egy kicsit csalódás volt, mert a 16-hoz képest, amit megnyertünk, azt idén sajnos föl kellett adni. Révfülöknél reggel 10-11 körül utolért minket a teljes szélcsend, és hát nem vállaltuk, úgyhogy inkább motorra gyűjtöttünk és hazajöttünk. Ötvenedik jubileumi kékszalag volt, nagyon készültünk rá, ez volt az első alkalom, hogy egy katamaránnal indulhattunk mi is. Sokat készültünk, ugyan nem volt nálunk sokáig a hajós. A nagy várakozásokkal tekintettünk a verseny elé, hiszen egy katamaránnal körbe kerülni a Balatont, végigszáguldani rajta, ráadásul egy számunkra a kevésbé ismert hajótípussal. Én azt gondolom, hogy óriási élmény volt. Kékszalag világbajnokság fesztiválnak szoktuk magunk között csak nevezni. Első alkalommal közvetítette élőadásban a kékszalagot az M4 Sport. A nézők helikopterből, motorcsónakokból, fedélzeti kamerákkal és szakértők bevonásával követhették a versenyt több mint 10 órán keresztül. Az, hogy az M4 Sporton látható ez a kékszalag vitorlás verseny, az azért nagyon értékes, mert nagyon sok emberhez eljut. Tehát minden háztartásban ott tud lenni lényegében a kékszalag, és ez nem csak a kékszalag, nem csak a hajók, nem csak a vitorlák, nem csak a versenyzők, hanem a Balaton. A Balaton környékén elhelyezkedő értékek, fantasztikus dolgok, az északi part, a déli part, Siófok, a Padacsony, Tihany. Fantasztikus ez a környezet, ami itt van. És amikor a kékszalagot közvetítjük, és 8-10 órán keresztül ez képernyőn van, akkor természetesen nem csak a versenyre, hanem a környezetre is odafigyelünk. Vitorlás-Nuszban egy meghatározó eseményről beszélünk, és viszi Balatonfüred a Balaton jó hírét mindenhova. Én ezért is örülök, ha örülhetek annak, hogy a Safram nyert, egy svájci csapat ismét 2015 után elhódította a kékszalagot, mert így külföldre is lényegesen több információ jut erről a fantasztikus versenyről. Ez
Ezzel 30 perces magazinunk végére értünk. Aki bármiről lemaradt, annak jönnek még az ismétlések itt az M4 Sporton, és az interneten is megtalálják korábbi adásainkat. Az 50. Kékszalag Erste nagydíj ezekben a percekben már a múlt, mostantól az országos nagyhajós bajnokság augusztusi és szeptemberi futamaira koncentrálunk. 4 hét múlva én ezzel várom önöket, addig is a viszontlátásra, jó szelet mindenkinek! A Skipper magazint a Hanze Magyarország támogatta. A műsort a Balatoni Hajózási ZRT támogatta.